Tisztelt elnök úr, ön, mint Románia legfőbb állami méltósága, az ország hivatalos álláspontját képviselve 2009. februárjában Budapesten a Magyar Köztársaság elnökének társaságában kijelentette, hogy, idézem, Székelyföldön soha nem lesz autonómia, megtoldva azzal, hogy Románia egységes nemzetállam, és soha nem fogja elismerni a kollektív jogokat. Ez egy részlet abból a levélből, amely nyílt levélből, amit az autonómia ellenes kijelentéseire válaszolva juttattak el többen is, és az aláírók között ott volt Izsák Balázs elnök, Székely Nemzeti Tanács. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ugye ez január 31-én jelent meg az interneten elérhető jelleggel az a nyilatkozat, majd még idézünk belőle. Valószínűleg ettől Baszész Kúr nem hatódott meg. A kifejjelentések, főleg az utolsó, hogy Románia egységes nemzetállam, kísértetésen hasonlítanak korabeli, nem túl népszerű egykori diktátor kijelentésére. Nyilván nem akarom összehasonlítani a kettőt, csak mondom, hogy az álláspontok mintha nehezen változnának, vagy a beidegződött reflexek. 2003-ban alakult meg a Székely Nemzeti Tanács, 2003 óta azért érzékelhető egy elmozdulás, hiszen arra kell gondolni, hogy a Székely Nemzeti Tanács megalakulásakor az akkori államelnök a legfelső védelmi tanácsot hívta össze, és a Székely Nemzeti Tanács aktivistáinak szembe kellett nézni azzal, hogy a rendőrség bekíséri akkor, amikor a gyűlésre toborzó plakátokat kiragasztották. Ettől azért már messze vagyunk. Tehát alakul azért a román közvélemény is, maga Băsescu elnöknek megteszi az autonómia ellenes kijelentéseit, ugyanakkor a decentralizáció elkötelezett híve, és az ugyanabban az irányba van, amerre mi szeretnénk elmozdítani. Tehát az európai példák azt mutatják, hogy számos esetben sikerült egy nemzeti közösségnek, egy őshonos nemzeti közösségnek az autonómia törekvését beépíteni a decentralizáció folyamatába. Ez történt Franciaországban, Korszika esetében is például. De aztán majd még beszélhetünk például a Dél-Tirol példájáról, ami örökérvényű lehetne. Szóval még egy részlet a levélből, akkor is tudomására hoztuk és megerősítjük most is, hogy a Székely Nép alkotmánya, konstitúciója már 500 évvel ezelőtt, 1500-ban írott formában létezett, és már akkor kimondta a bírói függetlenség és az ártatlanság védelmének elvét. Tehát nagyon komoly történelmi és egyéb tényekre hivatkozva született meg ez a levél. Érkezett válasz erre? Egyébként értékelhető? Én azt hiszem, hogy a levél aláírói, ez tulajdonképpen egy állampolgári kezdeményezésre íródott levél, nagyon sok ilyen reakció született Székelyföldön, hiszen általános ellenérzést váltott ki a székelyekből Băsescu elnök megnyilvánulása, és hát ez a több aláírást is tartalmazó levél is tulajdonképpen azt a közösségi felháborodást és elégedetlenséget fejezi ki. Nem hiszem, hogy az aláírók vártak volna ilyen választ. Nem érkezett ilyen válasz, de el kell mondanom azt, hogy hát Ryan Băsescu államelnök már jó néhány évvel ezelőtt azt kérte, hogy mutassunk egy olyan európai példát működő autonómiára, és akkor ő bele fog egyezni. Hát mi elküldtük akkor az Európában létező autonómiák statutumait, törvénytervezetét, arra sem kaptunk választ. Nem, csak arra gondolunk, hogy mondjuk Dél-Tirol. Jól emlékszem, egy másik műsornak forgattunk egy hétig, nem most volt, lehet van 10 éve is akár. Ugye a ladini, az osztrák az olasz nyelv ismerete például ott annyira egyértelmű és fontos volt, hogy például nem lehetett közalkalmazott, egy egyszerű hivatalnok sem, aki mindhárom nyelvet anyanyelvi szinten nem beszél, és ezt természetesnek vették. Tehát a taxissal beszélgettünk, vagy egy takarítónővel, neki volt természetes, hogy három nyelven beszélt, mert hogy egy ilyen régióban él. Jó, ehhez tegyük hozzá, hogy ez Dél-Tirol, és nyilván mások volt. De azért ott is robbantgattak erőműveket, meg tüntettek addig, amíg ezt elérték. Nyilván ez ne legyen Székelyföldön, nem kívánjuk. De hát valamilyen radikális módon csak ki lehet akkor, hát ha nem is kényszeríteni, de hozni belőlük, hogy ez már pedig lenne nekünk, azaz a székelyeknek jár. Én azt hiszem, hogy az autonómia küzdelemnek számtalan politikai eszköze van, és ezeknek a teljes eszköztárát még nem merítettük ki. Nyilván, hogy az egyik fontos eszköze lehet a nemzetközi nyomásgyakorlás, de én párbeszédpárti vagyok, és én úgy gondolom, hogy az előítéleteket le is lehet bontani. Tehát a Székely Nemzeti Tanács mindig nyitott a párbeszédre, a román médiában is igyekszünk jelen lenni, a dokumentumainkat román nyelvre is lefordítjuk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a székelyföldi románság megértse. Megértik egyébként? Tehát hogy, nyilván mondja, hogy van párbeszéd, tehát beszélgetnek.
Tehát párbeszédre nyitottak vagyunk, hogy jelenleg lenne párbeszéd, ezt így azért túlzásnak tartom. Jelen vagyunk a román médiában, tehát a román média mindig érdeklődő, és közvetlenül. Hát neki ez nyilván hír, de nem biztos, hogy... Én úgy gondolom, hogy a befogadókészség ott is változni fog, hiszen most már a román értelmiség körében is egyre ismertebbé válnak a nyugat-európai autonómia modellek, ami például 2003-ban a Székely Nemzeti Tanács megalakulása előtt nem volt elmondható. Tehát akkor nyíltan hirdették román politikusok, felkészült, tanult emberek, hogy ez Európában erre nincsen példa. Persze, 19. meg 18. századi a középkort akarjuk visszahozni, most már tudják, megtanulják lassan, hogy mi az aszimmetrikus regionalizmus, megtanulják, hogy mi az autonómia, mit jelent egy őshonos közösségnek az önrendelkezési joga. Tehát én azt hiszem, hogy ezen az úton is előre lehet lépni, nem föltétlenül az erőszak lehet a lépítkezésnek eszköze, és arra is van példa különben Nyugat-Európában, hogy teljesen törvényes úton a brit devolúciós törvény Skócia autonómiáját, a skót parlament működését hát a törvény keretei között, alkotmányos keretek között állította vissza. Nem is olyan rég volt ez, talán egy hónapja, azt hiszem a liberális párt egyik képviselője mondta épp Romániában, hogyha a Tordai Nemzetgyűlés egy-két ígéretét, vagy cikkejét tiszteletben tartottuk volna, akkor nem tartanánk itt, és egyértelmű, hogy Székelyföldnek jár. Tehát végre kimondta egy román politikus is azt, hogy ő például azt mondja, hogy miért ne járna, hát hiszen ez alanyjog. Aztán ugye még korábban 2005-ben volt egy kisebbségi törvénytervezet, a parlament elé került, Călin Popescu-Tăriceanu, ugye akkori liberális miniszterelnök vezette kormányt, aztán ez elakadt. És akkor mindig valahogy oda kerül, elakad. Fontos azért leszögezni azt, hogy a székelység jövőjét megnyugtatni, rendezni, megoldani kisebbségi törvénnyel nem lehet. Uh-huh. Tehát azzal szembe kell tehát nézni, az nem elég. Hogy a székelység Székelyföldön nem kisebbség. Tehát egy 75%-os többséget alkot a szülőföldjén, és az önrendelkezési jog, a népeket megillető önrendelkezési jog megilleti. Na most... Ezzel az önrendelkezési joggal élni, az természetes, hogy Romániának is csak előny, Romániára is csak előny származik, hiszen egy gazdag régió, több adót fizet be. Mondjuk ki sokan mondják, hogy ebből is él Románia, hogy ott van egy olyan régió, ami egy külön kis sziget. Valljuk be, tehát igazából lehet, hogy ezt féltik. Olyan véleményeket is hallottam, hogy ha elszakadna, ugye ez a térség, akkor hát bizony egy kis aranytojás tojótyúktól fosztanánk meg a román nemzet gazdaságot, mert hát valljuk be, hogy fontos szerepet játszik Székelyföld. Én azt hiszem, hogy ha az olaszok esetleg féltek attól, hogyha Dél-Tirol autonómiát kap, akkor veszélybe kerül a területi épsége Olaszországnak, hiszen Dél-Tirolhoz tartozik egy Észak-Tirol is, amely a határ másik oldalán. Igen, de senkit nem zavar. Székelyföld Románia kellős közepén van, nem tartozik hozzá egy Észak-Székelyföld, ami más annyira más a geopolitikai helyzet, hogy Romániának sokkal kevesebb félnivalója van a geopolitikai realitás okán is. De hát mégis fél valamitől, nyilván az első olyan lépés lenne, amikor lemondaná egy olyan területről, ami tulajdonképpen nem mindig volt az övék, valójában. Az autonómia nem jelenti azt, hogy lemond egy adott területről, hiszen egy autonóm berendezkedés esetén az ott élők továbbra is Románia polgárai maradnak. Ez így nyilvánvaló. De kap maga a régió egy közigazgatási kulturális autonómiát. Azért ez... De most mondjuk azt, hogy Romániában a cél az, hogy az egyes régiók megkapják ezt az autonómiát, akkor is, hogyha ott románok élnek. Tehát a decentralizáció az Románia érdeke is. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a decentralizáció során Székelyföld határait tiszteletben tartsák, és ne fordulhasson elő egy olyan dolog, amivel hát elfogult és nacionalista román politikusok riogattak, hogy Székelyföldet feldarabolnák és más-más közigazgatási egységekbe tagolnák be. Hát ugye meg ugye férje az is, hogy régebben a Ceausescu érában volt az a bizonyos iparosításos lakosságcsere, aminek sajnos a fekete levét issza sok
párciumi város és egyéb erdélyi, egykor többségében magyar lakta város, másrészt pedig mondjuk az egy a román ortodox egyház terjeszkedése, ami megint csak nagyon fontos ma Székelyföldön. Ugye Csáki Zoltán kollégám készített nemrég egy filmet, ugye hagymakupolás fonfoglalás címmel. Ez nagyon komoly veszély, tehát ezt is megállíthatná egyfajta autonómia létrejötte? Mert hát hiszen betelepítik a rendőrt, a tűzoltót, egy család, abból lesz 3, 4, 10, 15 család, és már építik is az ortodox templomot. Én azt hiszem, hogy az ortodox terjeszkedést, az ortodox templom építését ott, ahol nem él ortodox vallású lakosság, azt most is meg lehetne állítani, hogyha következetesen alkalmaznák a romániai felekezeti törvényt. Hát ez mert az... nyilvánvaló, hogy az ortodox templomoknak az ilyen mérvű építése állami támogatás nélkül nem történhet, a felekezeti törvény pedig kimondja, hogy Romániában nincsen államvallás, a felekezetek vallások egyenlőek, és a hívek lélek számával arányos támogatást kaphatnak csak az államtól. Uh-huh. Na most azt kellene a mostani viszonyok között is szorgalmazni, hogy ez a támogatás átlátható, ellenőrzött legyen, és hogy a törvényt betartsák. Természetes, hogy az autonómia, ha megvalósul, akkor a helyi közösségeknek lesz rálátása arra, hogy mi hogyan történik a saját régiójukban. Tehát nekünk székelyeknek rálátásunk legyen, hogy mi hogyan történik Székelyföldön, és ne a fejünk fölött intézzenek dolgokat, akár ortodox templomépítést is. Ugye sokan azt gondolják, vagy úgy vélik, hogy az Európai Unió a gyógyír, és aztán ők majd mindent elintéznek, sok mindenben látjuk, hogy sajnos nem. De mi az, amiben bíznak, hogy segíthetnek? Tehát, hogyha itt bármilyen tárgyalás, és még lesz nyilván nagyok, nem lesz sikeres, akkor még mi az a szalmaszál, amiben kapaszkodhatnak? Hát mi reméljük azt, hogy nem csak szalmaszál, hanem gerenda is lesz, amiben kapaszkodhatunk. Így legyen. Így legyen. Most legfrissebben, ugye december óta az állampolgári, uniós szintű állampolgári törvénykezdeményezésnek a szabályozása is életbe lépett, és a Székely Nemzeti Tanács élni kíván ezzel a lehetőséggel, hiszen az Európai Unióban a székelyeken kívül meg jó néhány olyan nép él, amely nem a saját országában él, vagy pedig nincsen is ilyen. Na most az önrendelkezési jog érvényesítésében tulajdonképpen azonos érdekeink vannak, és ebben a szövetségben meg kell találnunk azt az európai szintű minimumot, amely az önrendelkezési jogot biztosítja és szabályozza az őshonos nemzeti közösségek részére. És szeretnénk ezt elindítani, összegyűjteni az 1 millió aláírást. A szabályozás úgy mondja, hogy legkevesebb 7 uniós tagállamból kell származnia ezeknek az aláírásoknak, és megpróbáljuk akkor uniós szintre emelni az önrendelkezésük érvényesítését. Hát innen folytatjuk, sajnos az időnk lejárt, de ez már egy nagyon komoly érv, amit hozzátett. Én köszönöm, hogy mindezt elmondta, visszavárjuk. Köszönöm én is a lehetőséget.